Jó estét kívánok, és reményeink szerint lesz még plusz egy vendégünk telefonon, mert ugye a 24.hu írta meg először, hogy Pikó András kampányközpontjában házkutatást tart éppen a rendőrség. Azon vagyunk, hogy felhívjuk őt, és megtudjuk a legfrissebb információkat, és majd erről is fog Karácsony Gergellyel beszélgetni, mert ugye a jobboldali sajtóban mindenhol úgy interpretálják, hogy Karácsony Gergelyék törvénytelenül készülnek az önkormányzati választásra, de előbb a vitáról jó estét kívánok. A felvezetőben már elmondtuk az ajánlatot, hogy október 5-e és 9-e között az Átriumban egészségügy, lakhatás, közlekedés, budapesti problémák. Erre a konkrét felvetésre reagált a mai nap folyamán Tarlós István vagy a stábja? Én nem tudok róla. De ugye Tarlós István az elmúlt 9 évben mindig elmondta, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni. Éppen ezért én a magam részéről tettem javaslatot azért, hogy vigyük előre az ügyet, és hogy lépjünk, hogy ez valóban, ha már elvileg mindenki nyitott rá, akkor gyakorlatilag is legyen. És nem szerették neki lehetőséget adni arra, hogy különböző feltételek nem teljesülése miatt azt mondja, hogy ne legyen vita, úgyhogy tőlem bármilyen vita lehet. Nyilván szerintem a legjobb vita az az, amely Budapest valódi problémáiról szól, világosan körvonalazott témák szerint, hiszen a budapestieket például az egészségügy, a levegőminőség, a lakhatás kérdés érdekli a legjobban, és azt is gondolom, hogy vagy ő lesz a főpolgármester, vagy én, tehát a demokrácia persze azt is feltételezhetné, hogy Fűfa Virág is részt vehet ezen a vitán, csak azt gondolom, hogy a jelöltek egy része az nem valódi jelölt. Tehát... Na most megelőzte a kérdésemet, mert ugye minden jelölt bejelentkezett, hogy ha, akkor ők is ott lesznek, ha önök ott lesznek. De ami ennél talán többet nyom a latban mondjuk önnél, hogy az Ahang, amely az előválasztást szervezte, ők is azt javasolták, hogy mindenki, aki hivatalosan jelölté vált, legyen ott. Nézze, én nekem minden jó, csak legyen vita. Csak azt szeretném azért elmondani, hogy eddig Tarlós is már ragaszkodott ahhoz, hogy hát úgy vitatkozunk, hogy ott vannak azok a jelöltek, akikről pontosan tudjuk, hogy a Fidesz jelöltjei. Én nagyon boldog vagyok, hogyha Tarlós István kiállítja magáról azt a bizonyítványt, hogy a segédei nélkül nem mer eljönni egy szópárba, úgyhogy tőlem jöhet bárki. Segédei? Hát, ez túlzás. Hát miért túlzás? De miért gondolja, ezek a jelöltek maguktól lettek jelölteket? Ez ön is tudja, hogy nem így van, és a budapestiek... Ön nem effektíve Tarlós Istvánnak segítenek annyiban, vagy hát nem de, ő... Hát legalábbis ez a cél vele, csak nem fog összejönni, és ezért én, hogy mondjam, ezt a feltételt is el tudom fogadni. Azt nem tudom elfogadni, hogy egy ilyen fontos választáson, ahol tényleg azt gondolom, hogy hosszú évek után igazi komoly verseny van, egy nagyon fontos politikai poszt betöltése szempontjából, hogy ott ne legyen vita, és ne legyenek érdemi lehetőség. Az Ahang amellett, hogy feldobta ezeket a, hát hogy mondjam, szerinte a jó feltételeket, egy petíciót is indított főpolgármester jelölti vitát akarunk felütéssel. Ennek van értelme? Tehát, hogy lehet, hogyha ezt nagyon sokan aláírják, akkor mondjuk Tarlós István is rááll? Persze, van értelme. Az Ahang nagyon sok ügyben fejezte ki azt a társadalmi nyomást, amit az emberek elvárnak. Az ápolási díj ügyében nem lett volna erről lépés szerintem, hogyha ők nem szerveznek erre a kampányt. Én ennek örülök. Mondom, szerintem annak a vitának nagyobb éle van, és ezért több haszna, ahol az a két ember vitatkozik, aki közül az egyik főpolgármester lesz. De mondom, nekem nincsenek feltételeim, tehát... Jó, azt hiszem, hogy se önt, se a mi nézőinket nem fogja meglepni, hogyha én azt mondom, hogy az ATV meg nagyon szívesen ad felületet egy ilyen vitának. Nagyon kiváló akkor... viták voltak itt, hiszen az előválasztás kapcsán volt. Ezzel csak egyetérteni tudok, igen. Ez így van. Volt egy háttérbeszélgetés, amit ön tartott a hét elején, és ott a 24.hu írta meg szintén azt a számot, ami egészen megdöbbentő, hogy 400 ezer budapesti szavazatára számít, amennyivel meg lehetne nyerni ezt az önkormányzati választást. Miért megdöbbentő ez? Mert nagyon-nagyon magas szám, hogyha megnézzük azt, hogy 290 ezerrel nyert Tarlós István. Hát ebből is látszik, hogy Tarlós 14-ben, István... akkor ez eléggé elérhetetlennek tűnik. Nem elérhetetlen, hiszen ennél sokkal több szavazója van az ellenzéknek Budapesten. És nem felejtsük el, hogy Tarlós István akkor kapta a legtöbb szavazatot, amikor kikavott. 2010-ben és 2014-ben gyakorlatilag kampány nélkül az ölébe hullott a győzelem, és egyre kevesebb ember szavazott rá, hiszen évről évre egyre kevesebben szavaztak rá, mint jelöltre. Ezért én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a főpolgármester választást és a kerületi polgármester választások túlnyomó többséget az ellenzék meg tudja nyerni, ehhez az kell, hogy a szavazók megmozduljanak, és magukénak érezzék ezt az ügyet, amit 2014-ben megjegyzem joggal, nagyon sokan nem éreztek a saját ügyüknek. Most ez egy lehetőség arra, hogy a Budapestet, a várost visszavegyék, ehhez az kell, hogy nagyon sokan elmenjenek szavazni, többen, mint az elmúlt években bármikor, de kevesebben,
mint ahányan mondjuk egy parlamenti választáson elmentek. Tehát én nem gondolom azt, hogy egy kb. 60%-os részvétel ne lehetne egy jó kampányon elérni. Nekünk az a cél, hogy elmondjuk, hogy ennek a választásnak van komoly tétje, és van komoly üzenetünk, hiszen az elmúlt 9 év arról szólt, hogy Budapest tulajdonképpen a hatalom túlszává vált, és nem a budapestiek lakója. Ugye ez a 60% olyan összevetésben is nagyon magas, hogy az elmúlt években 2006-ban volt a legmagasabb önkormányzati választás. Igen, de amikor utoljára, 55%. Amikor Tarlós István utoljára kikapott, akkor nagyjából ennyien szavaztak. Jó, akkor innen folytassuk, mert most Pikó András sikerült utolérnünk. Jó estét kívánok a 8. kerületi közös ellenzéki polgármester jelöltnek, a 24.hu. Úgy tudja, hogy éppen házkutatást tart a rendőrség a kampányközpontban, ezt akkor meg tudja erősíteni? Igen, meg tudom erősíteni. Mit keresnek pontosan, mi zajlik, lefoglalnak-e valamilyen adathordozót, mit csinálnak pontosan? A rendőrök most bent vannak Udvarhelyi Tessze a kampányfőnökkel, és én most érkeztem, úgyhogy nagyon keveset tudok a dologról. Azt tudom, hogy nagyjából egy olyan másfél órával ezelőtt érkeztek, és nyilván ez a dolog folyamánya annak, amit ma a Magyar Nemzet megírt, hogy a fővárosi rendőrkapitányság elindított egy nyomozást. Azért furcsa a dolog, mert az információim szerint ők maguk sem tudják nagyon, hogy mit keresnek, hiszen laptopokat keresnek, de azok a laptopok vagy itt vannak, vagy nincsenek, ugye személyes dolgokról van szó. Tehát, hogy nem tudom igazából, hogy ez a dolog hova fut ki. Egy valamit tudok, hogy rettenetesen szomorúnak gondolom azt, hogy egy nyilvánvaló rágalom, egy politikai rágalom miatt a rendőrséget ilyen politikai célokra használják fel ma Magyarországon. Hát ez igen, ugye szomorú. Egyik napról a másikra elindult ez a nyomozás, tehát megjelent a Magyar Nemzetben a cikk. Ami eléggé szokatlan, ismerve magyar eljárásrendet. Ugye egy fotóból indult ki az egész történet, ahol nem nagyon tudjuk pontosan, hogy ott mit csinált a kampánystág. A Magyar Nemzet ugye azt írta, hogy törvénytelen eszközökkel akarnak önkormányzati választást nyerni, ön pedig itt ma reggel a Startban azt mondta, hogy egyszerűen az ajánlóívek azonosítóját rögzítették, és megjelölték, hogy melyik jelölt vette fel az adott azonosítót. Ezt hogy lehet bizonyítani utólag? Hát gondolom, hogy nem nekem kell bizonyítani, tehát hogy Magyarországon még talán annyira van demokrácia, hogyha valaki megvádol bennünket, akkor a vádat fogják majd bizonyítani. Mi elmondtuk, hogy mi történt, ezek az Excel táblák, ezek megvannak, 1400 adatlapot vagy ajánlólapot vettünk föl, az 1400 adatlap vagy ajánlólap az 8-8 ajánlás rögzítésére alkalmas. Ez 12 jelölt és a polgármester jelölt adatlapjainak az összege volt. Ezeknek mindegyiknek külön azonosítója van, mindegyiket külön egy-egy politikai szereplőhöz kaptuk, rögzítettük, hogy ki vette át ezeket az ajánlóíveket, melyik önkéntes, mikor hozta vissza, ki fogadta ezeket, illetve a feldolgozásban annyit, hogy üresen vagy kitöltötten hozták vissza, és természetesen azt is összeszámoltuk, de hát ez nem törvényellenes, hogy hány ajánlást kapott egy-egy jelölt, vagy a polgármester jelölt, hogy tudjuk, hogy hol állunk. Ez egyszerűen arról szólt, hogy a lehető legbiztosabban vissza tudjuk vinni a törvény által ránk szabott feladatként az átvett ajánló íveket, semmi másról. Ugye kiderül, igen. És még valamit hadd mondjak, a Magyar Nemzet nem állít, csak sejtett, mindig feltételes módban fogalmatnak. A állítása onnan vált, hogy Kocsis Máté kiállt, és azt, amit a Magyar Nemzet csak sejtetett, belehallotta a kamerába, onnantól kezdve azt most már állításként tudták mások közzétenni, tehát hogy ez egy technika, csak vegyük észre. Amit viszont önök állítanak, illetve az ön mögött álló civil szervezet, a C8 Civilek Józsefvárosért, az, hogy az egész ugye egy kamuprofilt használó nőtől indult, aki beépült az ön aktivista csoportjába, egy teljesen kamunévvel, kamufotóval, és ő osztotta meg ezt a fotót. Ennek mi a tanulsága ennek a szálnak? Hát, ennek az egyik tanulsága az, és örülök, hogy erről beszélhetek, miközben persze szomorú vagyok, mert
bebizonyosodik, hogy óvatlanok vagyunk. Két évvel ezelőtt egy fideszes troll, akinek ártó szándékai voltak, elkezdett építeni a józsefvárosi civil közösség tagjai között egy profilt. Úgy kezdte két évvel ezelőtt, hogy a segítő szervezetek kliensei között, illetve külső aktivistái között bejelölt embereket, azok visszajelölték, majd utána, amikor két évvel ezelőtt volt egy időközi kampány, a Bolba Márta féle kampány, akkor bejelentkezett ebbe a kampányba segítőként, nem ment el, viszont bejelentkezett egy csomó rendezvényre, ahol majd a rendezvényen valóban résztvevőket bejelölte ismerősként, akik visszajelölték őt, hiszen már addigra volt jó néhány ilyen ismerőse. Két év alatt gyakorlatilag rendelkezett a C8 tagjai közül legalább 20 ismerőssel, úgyhogy közben senki sem látta, mindenki csak amiatt döntött, mert hogy már az ismerőse az ismerőse volt. És ezért került be végül a kampánycsapatba. És bekerült a kampánycsapatba, ahol a szűrőn átment, hiszen teljesen megbízható emberek ismerőse volt, miközben, hát nem, ha egy kicsit erősebben megnézzük, akkor a profilja árulkodó lett volna, egy 57 éves amerikai környezetvédőnek a képét lopta le, 1985-ös születési évet adott meg magának, viszont óvatlan volt, mert a kedvencei között csak a józsefvárosi polgármester és a józsefvárosi Fidesz, valamint helyi ellenzékek voltak, tehát abszolút józsefvárosi érdeklődése volt, és még egy, a Tordas ese, ami azért nagyon árulkodó, mert Kocsis Máté volt kabinetfőnökének az egyesületéről van szó. Ő egyébként most a helyi vagyonkezelőségnek a felügyelőbizottságának az elnöke, Pikó András, és fideszes politológusként szokott szerepelni. Lejárt az időnk, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni, és természetesen beszámolunk a fejleményekről. Ott bólogatott leginkább, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen gyorsan reagált a rendőrség most. Én ezt az ügyet végtelenül felháborítónak gondolom, és párhuzamba hozom azzal is, hogy amikor a 6. keleti polgármester budai háza előtt sajtótájékoztatót tartottak ellenzéki politikusok, akkor őket is beidézte a rendőrség érthetetlen okokból. Én azt szeretném mondani, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy Pikó Andrással egy csapatban küzdök azért, hogy Budapestet megváltoztassuk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy sok civil ehhez a kampányhoz csatlakozott, Udvarhelyi Tesszával az énen, aki András kampányfőnöke. Ezek az emberekért én tűzbe teszem a kezem, pontosan tudom, hogy semmit nem csináltak, ami törvényellenes vagy erkölcstelen, és azt szeretném üzenni minden fideszes politikusnak, hogy a lábuk nyomát sem csókolhatják meg. Gulyás Gergely meg önnek üzent, akkor, amikor azt mondta, hogy amilyen megállapodás született Budapest kapcsán Orbán Viktor és Tarlós István között, az személyes ügy, és nem folytatódik, hogyha mondjuk nem Tarlós István a főpolgármester, és most nem feltétlen az anyagi vonatkozása az érdekes csak ennek, hogy hát akkor nem lesz annyi pénz, de hogy ebben a megállapodásban a fővárosi önkormányzat és a főpolgármester autonómiája meg jogkörének a csorbítatlansága is bele van írva, amit ezek szerint el lehet felejteni október 14-én, ha nem Tarlós István nyer. Hát nézze, amennyiben Orbán Viktor egy magánemberként írta le ezt a megállapodást Tarlós István magánemberrel, vagy adott esetben az ország az ő hűbérgyarmatuk, vagy éppen a város Tarlós Istvánné, akkor ha el lehet fogadni az ilyen típusú hozzáállást, én ezt végtelenül visszataszítónak gondolom, és egy nagyon-nagyon gyenge próbálkozásnak arra, hogy ha már így Pikó András csapatát is, budapestieket is megfélemlítsék. Én azt gondolom, hogy egy ilyen ember nem lehet Magyarországon közszereplő, aki nem fogja föl, hogy amit mond, az mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ők kötnek egy paktumot, és őket nem köti az, hogy ők közhatalommal felruházott emberek. Tehát én nagyon szeretném kérni, és ezt ma elmondtam egy sajtótájékoztatón, hogy Tarlós István a fontos Budapest, akkor kérje ki magának ő ezt a mondatot. Én mindenképpen megteszem, de neki is meg kellene tennie, mert ő nem fogadhatja el azt a gyakorlatot, hogy az, hogy egy város milyen viszonyban van a kormánnyal, az két ember személyes barátsággal múlik. Ő ezt nyilván nem fogja kikérni, mert ez neki személyes siker. De nem. Ennyit sikerült elérni. Igen, de hogyha ezt a sikert, ami egyébként tulajdonképpen arról szól, hogy Budapestet nem fejezik le, hanem megkegyelmeztek neki az utolsó percben, mert az elmúlt 9 évben Budapestről mindent elvettek, ez a megállapodás arról szól, hogy be egy szó most már nem veszünk el semmit, ez van ebben a szövegben egyébként, de szeretném mondani. Lehet, hogy büszke erre a politikai eredményre,
Én egyébként inkább azt kérdezném meg, hogy hogy jutottunk el idáig, hogy ilyen megállapodást kell kötni, de azt ő is kikéne, hogy kérje magának, hogy az, hogy a Budapest, azt a várost, aminek ő most az első számú vezetője, ezt ilyen mértékben egy kormány megpróbálja zsarolni, és ő nem engedheti meg magának azt, hogy egy zsarolás révén akarjon választást nyerni. Úgyhogy a két ügy ebből a szempontból összefügg, és hagyd mondjam el azt, hogy mi szeretnénk kiállni minden szövetségesünk a változásnak adó civil mellett, azokat is, akiket korábban sajtótájékoztató miatt beidézett a rendőrség, és a pikondás csapata mellett is, és arra kérek mindenkit, aki ezzel egyetért, hogy péntek este 6 órakor a Práter utca 11 szám alé az Einstein szoborhoz jöjjenek oda, tehát péntek este 6, Práter utca 11, jöjjenek oda és mutassunk szolidaritást mindenkivel szemben, akit ez a hatalom meg akar félemlíteni, mert az a hatalom, amely meg akar félemlíteni, az valójában fél, és van is okuk a félelemtől, mert a budapestiek abban az arányban, amiről beszélgettünk, sokan elmennek szavazni, akkor ennek a megfélemlítő hatalomnak vége lesz Budapesten. Ebből az is következik, hogy azt gondolja, hogy az ilyen megmozdulások a kormány részéről akár kontraproduktívak is lehetnek? Én biztos vagyok benne, de most én nem a politikai számítás részét nézem ennek, hanem az erkölcsi kérdést. Nyomozott a rendőrség, amikor kamupártok milliárdokat tüntettek el. Hát nyilvánvaló, hát, de nem szállta ki azonnal Cuszták János lakására, akinek nem tudom hány kamupártja volt. Nyomozott a rendőrség akkor, amikor Zuglóban kiderült, hogy az egyik baloldali jelölt ajánlóívei, azok nem csak úgy ugyanazok a személyek szerepeltek, mint a fideszes jelölt, hanem ugyanabban a sorrendben. Uh-huh. Akkor kiszállt a rendőrség, hogy Egerben, ahol most hallom, hogy van egy alternatív jelölt az ellenzék jelöltel szemben, nála ugyanazok az aláírások szerepelnek, mint a Fidesznél, csak más az aláírás. Oda elment a rendőrség nyomozni? Nyilvánvalóan nem. Tehát nyilvánvaló, hogy ez egy politikai megrendelésre indult nyomozás. Én bizonyos szempontból örülök neki, mert ki fog derülni, hogy semmi nem történt, ami törvényes lenne. És most függetlenül attól, hogy politikailag ez hoz majd visz, ez eldönti majd az élet. De az biztos, hogy nekünk erkölcsi kötelességünk, hogyha valaki bevállalja azt, hogy egy független újságíróból eljön egy olyan kerületbe kampányolni, ahol egyébként, hogy is mondjam, a győzelem nincs ott a zsebünkben, és nagyon keményen meg kell érte dolgozni, hiszen egy elég jobboldali kerületről van szó. Ezek az emberek a maguk naivitásával, például azzal, hogy egy ilyen fotót kiraknak, elindulnak, és kiteszik magukat annak, hogy tulajdonképpen céltáblájává válnak egy ilyen gyűlöletkeltő hatalomnak, szerintem le a kalappal értük, és minimum az, hogy kiállunk mellettük péntek este 6 órakor. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.